Sziasztok, kedves barátaim! Megint egy kis hírekkel készültünk. Nagy hideg után visszatért a tél. Folytatódnak nálunk a kerti munkák. Ma gondoltam, egy kicsit megmutatjuk nektek a faoltást. Nagyon úgy néz ki, hogy ez egy vadcseresznye, és szeretnénk, hogyha nemes cseresznyéket teremne. Most beoltottuk ezt az ágát ennek a fának, így most már kétféle gyümölcsöt fog teremni majd ez a cseresznyefa. Jó esetben ez egy 3-4 hét múlva kihajt ez az ág, és onnantól kezdve következő évben már lehetnek rajta termések. Megyünk a további kertekhez, mert több kertben is van még olyan vadgyümölcs, amiből szeretnének nemes gyümölcsöt, és akkor azokat oltjuk át most ezen a szép tavaszi napon. Most ez nagyon korán virágzik, és nagyon finom illata van. Ez az év fája egyébként, a sajmegy Magyarországon. De hát a termését azt szintén csak a madarak eszik. És ha szeretnénk ebből egy emberek számára is finom termésű fát, akkor át kell oltani. Ez már egy elég nagy műtét. Elég nagy a fa. Sajmegy az olyan volt, hogy van a megy mag a száron, és ebből áll az egész gyümölcs. Beavatkozás, ugye? A fáknak is van egy komoly testfelépítésük, amekkora a lombkorona, majdnem akkora a gyökérzet odalent, néha még nagyobb is. És most, amikor kiveszünk egy ekkora mennyiségű lomb felületet, azok a gyökerek, amik lent vannak, azok elkezdenek szükségletet jelezni, hogy ilyen szó szerint kell nekik tápanyag, ami föntről érkezik. És hát gyorsan fognak majd hajtásokat növeszteni a törzsről. De mi szeretnénk, hogyha majd a nemes ágrészek fejlődnének, és oda menne az összes tápanyag, ami jön a gyökerekből. Víz és tápanyag. Metszéssel koronát alakítunk, irányítjuk az ágoknak a növekedését, később a termésnek a minőségét, mennyiségét lehet vele szabályozni. Persze kérdezhetnénk, hát a fa ezt magától nem tudja, hát igen, az idősebb fák azok már jól tudják, fiatal korban egy kis segítséggel, ha gyümölcsöt szeretne róla egy ember, akkor nem árt, hogyha alakítja a koronáját. A gombás fertőzések elkerülése véget, az ilyen nagyobb sérüléseket a fán, azt mindig lekezeljük, mert a fának a belső testi részébe, hogyha bejutnak azok a káros gombák, amik korhadást okoznak, akkor elhalt az egész fának a belseje, és akár ki is dőlhet a fa, meg hát elpusztul, nem lesz olyan hosszú életű. Amivel lekenem, az pedig egy természetes anyag, a házilag készült oltóviasz, hidegen kenhető oltóviasz, de sebkezelésre is alkalmas, csupa természetes anyagból áll, mint a méviasz, a fenyőgyanta, a terpentinolaj, ezek vannak kimelegítve, és egy kis alkohol van a végén hozzákeverve, hogy az ilyen hidegen is kenhető maradjon. Nagyon jól véd, antibakteriális, meg gombaölő hatású is enyhén, és lezárja a sebfelületeket, de ezt most még nem kenem le. Erre még most oltani fogok. Alany az vastagabb vesszőjű, mint amit ráoltunk, akkor általában az oldalpárosítást szoktuk, vagy az oldallapozást szoktuk választani, ez az oltási mód. Megvágjuk először az alanyt,
kis táskát is szoktam vágni, mert még jobban illeszkedik a nemes az alanynak. Ugye itt az egész oltás az arról szól, hogy a két növénynek az osztódó szövetét fogjuk összepárosítani, és azok összenőnek. És onnantól kezdve nem az alanynak a rügyéről fog kihajtani a fa, hanem ennek a nemes oltóvesszőnek a rügyéről fog kihajtani. A nemes vesszőnek adja át a gyökerei által felvett tápanyagot, és az fog fejlődni. Magyarul teljesen megújul a fa. Ez lesz itt az avatása. Nagyon lényeges, hogy jól illeszkedjen az a két felület. Hogyha még egy picit lehet igazítani, nem illik nagyon kézzel hozzáérni, minél kevesebb szennyeződés kerüljön rá arra a felületre. Amikor a két felület jól illeszkedik, minél több, minél nagyobb részen, akkor ott megy végbe majd az összenövés, ami egy pár hét alatt megtörténik. De hogy ez igazán jó legyen, ez az illeszkedés, ezt le kell szorítani. Ezt régen csinálták egyszerű ronydarabokkal is. Manapság ilyen oltó szalagot használunk. Volt úgy, hogy mohát kötöttek rá, azzal tartották nedvesen. Ezt a célt ez az oltóviasz is ellátja, amit már az előbb mutattam. Gyakorlatilag ez volt az oltási rész. Még annyi feladatunk van, hogy ezeket a sebb felületeket lekezeljük, hogy teljesen lezárjuk a levegő elől, az oda bemenő esetleges gombák, és nem szárad ki a nemessen. Természetesen majd még találkozunk többféle hírekkel, de egyelőre próbálkozunk a földökön minél több ételt termelni, hogy tudjunk utána miből étkezni, de arról majd legközelebb részletesebben meséljünk nektek. Lájkoljatok a videót, a csatornára iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengő gombot, majd találkozunk, mindent jót kívánok, Hare Krishna!